Kérek mindenkit, hogy a udvarról is, illetve a bejáratból is jöjjenek be, a nevezési kártyákat költsék ki. A felmelegítésünk itt az aulában lesz, arra kérek mindenkit, hogy egy kicsit majd itt megnyítsen a felszerelését. A terveink szerint a óvodás futammal fogunk kezdeni, amely az udvaron lesz. Az óvodás után a kis távon fognak részt venni a versenyt, Nagymezőúton indulva, az Attila úton végigfutva, a Rákóczi úton és a Honvéd úton visszafutva, a Nagymezőútra fogtok visszaérkezni a célba. A nagy távon orvosítottunk, az rossz időjárással tekintettel a mező nem fog levenni a strandig. A Nagymezőúton indul el a mező, a Madácsi úton fölkanyarodik a főút felé a mező, majd nem a Virágút, hanem a fürdőúton a temető alatti úton fog végigfutni a versenyútig. A versenyúton balra visszakanyarodik a mező a Nagymezőútra, vagy a Nagymezőúton vissza a célba. Felhívom mindenkinek a figyelmét arra, hogy a versenyen való részvétel teljesen önkéntes, tehát nem kötelező a versenyen részt venni, de arra felhívom a figyelmet, hogy ez a sok ajándékot és a főtér, az a kerékpár csak azok jelentik meg, akik a versenyen részt vesznek, tehát a nevezési kártyájuk belekerül egy közös kis dobozkába, és onnan a verseny végén kisorsoljuk. Tehát bíztatok mindenkit arra, hogy jöjjön, a nevezési kártyájukat töltsék ki, és hamarosan kezdődik a bemelegítés.
Gyere, Geri, erre! Gyere már ki a képből, legyen! Gyere, drágaságom! Hajrá, Szabi! Gyere! Apuka is adja rá a tenniét! Meg anyuka meg! Nagyon ügyes vagy, gyere! Tupi! Anyuka! Csak a gyerekeket rakjuk! Húzd bele! Nagyon ügyes! Yeah.
vissza? A régi szép idők, mi? Minden év előjön. A nagy kisfiúkat, tehát ezt nem hiszem el. Ha el mindegyik, kérem. Hát igen. Mondom minden, apuka fután. Apuka fután. Gyere, töki, le vagy maradva. Hajrá, apuka. Útba kérdik téged. Hol vannak a gyerekek? De csak a fotót miért csinálja? Hajrá, gyere, drágám, nagyon ügyes vagy! Nagyon ügyes vagy, szuper ügyes! Ez igen? Köszi! Elhagytad a cetlit, és hol? Tesódnál van, az szuper, jó? És hol a tesód? A végére. Jó lesz. Jó? Gyere, gyere, menjetek, Harri, drágáim, gyere! Gyere, Geri, nagyon ügyes vagy! Jól van, drágám, ügyes vagy! Hol a tesi? Tesója, hozd már a cetliét! Hozzad már a cetliét, drágám, hát hogy lehet? De nekem mondja, hogy neki, ő tudja. Hajrá, anyuka, te vagy az első anyuka! Szuper! Az anyukám. Igen. Tudsz ki, mert már annyi van. És az ott a drakon. Nagyon ügyes. Ez a szuper. Gyere, kis csillag, nagyon ügyes vagy. Gyere, anyuka, ügyes vagy. Mondom én, apukák megverik a mezőt. Ez nem semmi. Az összes apuk előnél. Komolyan. Gyerünk, csajok! Jaj, de ügyesek vagytok! Ez igen! Kérem a cetlinek bogaram. Nagyon jó, anyukák megverték a mezőt. Hajrá, csajok, ügyesek vagytok, így kell csinálni. Na, melyik ő? Gyere, Brigi, ügyes vagy! Nagyon ügyes vagy! Nagyon ügyes vagy! Jól van! Hajrá, apuka! Krisztóf, nem volt elég? Nem volt elég a futás? Ez igen, apuka, így kell csinálni. Minden apuka megvette. Tomika! Tojat! Hajrá, fiúk, lányok, cucus! Szuper! Hajrá, be a néni! Jó van, gyertek, anyukák! Nagyon ügyes. Gyertek, köszönjük. Súly benne van. Hajrá, van! Nagyon ügyes van. Szuper. Jó, ügyesek vagy. Jó, ügyesek vagy. Gyere, drágám, itt a vízezetek. Nagyon jó, szerintem már egy fotón Thank you.
minden figyelem. Felhívom a beérkező futók figyelmét arra, hogy az valójában frissítő fogyasztható, és arra is, hogy kb. 15 perc múlva eredmény hirdetése. Tehát túlságosan messzire menjetek, mert hamarosan eredmény hirdetés. Tehát figyelem, figyelem, perceken belül eredmény hirdetés következik. Kérem Csetlenki Ágota igazgató helyettes asszonyt is, hogy jöjjön az eredmény hirdetése. Figyelem, figyelem, ünnepélyes eredmény hirdetés következik. Legelőször is, mielőtt a eredmény hirdetést megtartanánk, szeretnék gratulálni minden résztvevőnek, és úgy gondolom, hogy mielőtt a szponzorokat, támogatókat felsorolnám, a legnagyobb kapcsok azok érdeklik, akik itt voltak, és mindenféle természeti nehézségekkel megküzdve ezen a versenyen részt vettek. Így kérlek benneteket, kapcsoljátok meg magatokat és a társaitokat. A mai rendezvényünk nem jöhetett volna létre, hogyha nincsenek támogatók. A legnagyobb támogatónk Pásztóváros önkormányzata, kérem tapsoljuk meg, akik a díjat megvásárlásával besegítettek. A Zsigmond Király Általános Iskola szülői munkaközössége, nagy-nagy tapsoljuk a munkaközösséget. Valamint a Herkules Diáksport Egyesület, kérem ők a Egyesületet is tapsoljátok. Nagyon fontos részvevő közreműködői voltak ennek a versenynek, a Pásztóváros rendőrkapitánysága, nagy-nagy tapsal köszönjük meg a segítségüket, és Pásztóváros polgárőrsége, köszönjük a segítségüket. És elérkeztünk a verseny eredmény hirdetésére, aki hallja a nevét, kérem őket, hogy a dobogóra álljanak föl. Amikor megtérték az érem átadást, még ne ugorjanak le, mert egy közös fotó is készülni fog róluk. Az óvodások versenyében a lányoknál harmadik helyezést ért el Gedeon Anna. Kérem hárman. Na, merre van? Itt van? Nagyon jó. Jelen anyuka is vele nyugodtan segíthet neki. Második helyezést ért el Tari Csenge. Tari Csenge, itt a Tari Csenge. Népírva. És első helyezést ért el Verebé Rebeka. Verebé Rebekát várjuk. Itt van Rebeka. Ki tud Rebekáról? Akkor tapsoljuk meg a második és harmadik helyezett kislányokat. Köszönjük szépen, fáradjatok a helyekre. A fiúk versenyében harmadik helyezést ért el Babó Lőrinc a 7-1-es oldalából. Második helyezést ért el Pap Gergő. Nagyon ügyesen fölvittél, maradjon Lőrinc. És első helyezést ért el Bogácsi Tamás. Még egyszer egy nagyon nagy tapsaljuk tartoznánk a kérdéket. Egy pillanatra maradjatok fölkölt fotóvereink. Köszönjük szépen! Segítsetek nekik lefugrani a ügyesek dolgokat. És az óvodások
az első másodikosok, pontosabban a 2009-ben, vagy később születettek versenyében, a lányoknál. Harmadik helyezést ért el Bogácsi Szonya a második állomás. Második helyezést ért el Varga Lili. Első helyezést ért el Bugyec Eszter. Raúl, 7. állomás.
harmadik helyezéseket. Várvani Sófia, hetedik Péotár. Második helyezést érte. Kormos Viktória, hetedik C-osztály. Első helyezést érte Barcsik Júlia, hetedik A-osztály. Tapsoljuk meg még egyszer őket, gratulálunk. Esélyes, esélyes. Köszönjük szépen, most lehet a helyetekre várni. Piumpál, harmadik helyezést ért el, Hús Patrik, 8. állapotás. Második helyezést ért el, Herceg Péter, 7. B-osztály. Első helyezést ért el, Sklenár Kristóf, 8. D-osztályos. Gratulálunk, még egy nagyon nagy tapsot. Húzzátok ki magatokat, már előttem a helyet. A felnőttek versenyében, vagyis akik 2002-ben vagy előszülettek, a nők hölgyek körébe harmadik helyezést ért el, Várva Hajnalka anyuka. Várjuk Hajnalka. Kérem Farkas Attila polgármesteret, a polgármesteret, csatlakozzon a szívjós polgármester a kezdődés. Második helyezést ért el a hölgyeknél Kormosné Lenner Teréz. Erre van. És első helyezést ért el Menderné Kovács Katalin. Kérem még egyszer egy nagyon nagy tapsal, mikor van az uram. Anyukákat nagyon ügyesen, nagyon jól versenyeztek. Köszönjük szépen, a fotó is elkészült. Az urak versenyében, felnőtt férfiak versenyében, harmadik helyezést ért el Kugyec Zoltán. Második helyezést ért el Oktár Attila. Első helyezést ért el Figura Gábor. Még egyszer egy nagy-nagy tapsal közönségünket. Uraim, húzzák magukat, közös fotóját. Váradjuk a helyet. A legnépesebb osztály versenyében az alsóban 117%-kal, tehát ez százalék volt az osztály 4%-kal viszonyítva, a legnépesebb osztály az alsóban, kérem a képviselőjét, osztályfőnökét vagy az SZMK vezetőjét, a második A osztályra. Álljatok fel a dobogóra, nagyon ügyesek voltak. Nagy-nagy napcsa jutott a szolgálási társadalmat.
Nagyon ügyesek voltak, tisztáltok ki magatokat.